Köszöntök mindenkit a Biblia Hangja Reflexiók című műsorban. Ahogyan az lenni szokott, ma is itt van velem Takács Ferenc evangélista és Görbicz Tamás tanító. Még mindig a mi foglalkozunk. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg a gonosztól, ez a mai témánk. Mi a véleményetek erről? Hát részben ugye, ahogy beszéltünk is róla, hogy ez a gonosz, ez a bennünk levő gonosz természet, gonosz hajlam, részben pedig, hogy mi a helyzet ezzel a gonosszal, akitől már Jézus megszabadított, és ugyanakkor még mindig küzdelmeink vannak. Igen, a jó hír az, hogy minden jogalapunk megvan megszabadulni tőle, és ebben ugye a kereszt és a húsvét óriási változást hozott, hála Istennek. Hallgassuk meg ismét a mi atyánkat, aztán pedig beszélgessünk róla. Ti tehát így imádkozzatok mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ahogyan a mennyben, úgy a földön is, ami mi mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek, és ne engedj minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség, mindörökké. Ámen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok a vétkeiket, nektek is megbocsát, mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, a ti atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Na hát én bele is csapnék a lecsóba, olyan erőteljesen. Szokás mostanában ez a folytonos szabadulás. Szabadíts meg minket a gonosztól. Miről is van szó? remélem, hogy a kedves nézőknek még nem túl sok az, hogy most már nem tudom, talán negyedik, vagy... Öt vagy hat, öt. Sokodik alkalommal beszélünk erről a valóban nagyon fontos imáról, amit Jézus mi mond el. És és erre tanít minket. És ugye emlékezzünk meg arról, hogy, hogy ez az ima úgy kezdődik, hogy Istenhez, mint atyához mi együtt megyünk. És felmegyünk a mennyben, aki a mennyben van. És azonosulunk vele, hogy jöjjön el a te országod, legyen, meg a te akaratod, szenteltessék, meg a te neved. <kül> és amikor azonosultunk vele, akkor tudunk jönni a szükségekkel, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk naponta. És utána jön a megbocsájtás, mert az isteni természetből lesz következik, hogy megbocsájtott nekünk Isten, és mi is megbocsájtunk. És ezután következik az, hogy ne engedj minket bele olyan kísértésbe, ami, ami meghalad minket, de nem is enged, mert megígérte. És ezután következik az a rész, ahol most jutottunk, és ez már a vége felé van, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. De itt nem elsősorban erről a a démonizéses ügyről van szó, bár erre is van példa az evangéliumokban, a Bibliában, Abcselben is, hanem két dologról is van véleményem szerint szó. Az egyik, hogy a, attól a természettől, attól a régi természettől, amit az őseinktől örököltünk, amiből megváltott minket Jézus, hiszen így van megírva, hogy nem aranyon, nem ezüstön, nem veszendő holmin, hanem a szeplőtelen báránynak a vére, váltott meg, vásárolt ki bennünket, az őseinktől örökölt, most én hozzáteszem, romlott és hiába való természetből, életből, életmódból. De ez a, ennek a régi természetnek, ennek az ótermészettől való megszabadulásról is szó van, hogy hogyan tud az az új teremtés, akivé az újjászületésben, Krisztusban a víz és a Szent Szellem kereség által belekeresztelkedtünk, egyé váltunk Jézus Krisztussal, hogyan tud ez az új természet fölébe kerekedni, nem egyszer, mert ez megtörténik a kerességkor, mert így van megírva, hogy megsemmisítette Róma 6 ír, mondja Pálapostól, hogy a vízkerességben megsemmisül, megerőtlenül fordítja Károli Gáspár a régi természet, az ótermészetünk. természetünk. De utána azt is mondja pontosan Pálapostól, hogy öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat, de nem azt mondja, hogy a magatok ereje által, hanem a Szent Szellem által. Tehát a Szent Szellem, az Isten jelenlétében zajló életünk, nek az a következménye, hogy a ővel együtt élünk, ez a régi természet, ez megy össze. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az egyik oldala. De van egy másik oldala is ennek a gonoszságnak és a gonosznak, az, amelyik ezt a természetet állandóan megpróbálja meglógolni, ami ezt a természetet próbálja energizálni, ami folyton, aki folyton az emberről azt akarja bebizonyítani, hogy az ember nem alkalmas, nem méltó, nem jogosult, és botrány az, hogy az Isten az embert akarja, és az embert ültette fel a jobbjára, és az ember teremtette és alkotta a képére és hasonlatosságába, és tette örökösévé. És ez a gonosz ugyan le van győzve, és erről úgy gondolom érdemes, egy kicsit hosszabban is beszélni, hogy Jézus a kereszten legyőzte, de mégis úgy tűnik, mint a szabad lábon lenne. És a hazugság atya folyamatosan dolgozik, és próbálkozik, és rájátszik erre a régi természetre, és próbálja előtérbe hozni, és próbálja kiforgatni a hazugság által a hívőket is. És erre pedig Jakabnak az a tanácsa, hogy álljatok ellene a gonosznak, az ördögnek, és elfut tőletek. Most erről úgy gondolom, hogy, hogy érdemes beszélnünk egy kicsit, mert, mert erről nagyon sok mindent, amit te is mondta, hogy itt minden héten kiűzünk ugyanazt a démont egy-egy emberből, tehát van egy ilyen karizmatikus társas játék, ami eléggé a bózat jelle irányába hajlik legalábbis az én véleményem szerint, aki ismerem mindkét oldalt, az úr nagyobb dicsőségére. <kül> Másik részről pedig van ennek egy valósága. Én azt gondolom, hogy mint korábban is mondtam, hogy a szereplőket meg kell ismernünk ahhoz, hogy fel tudjuk mérni a magunk pozícióját, az övéket, és azt, hogy, hogy milyen kapcsolatban is állunk egymással. Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy ne mondj engem jónak, mert nincsen senki jó, csak egy az Isten, tehát tudhatjuk, hogy maga a fiú jelentette ki, hogy az Isten jó. Isten pedig a teremtés során minden alkalommal megállt, minden teremtési pillanat után, és azt mondta, és láttál, amit teremt? Igen, jó. Most a azt mondta, hogy nagyon jó. Igen, és tudhatjuk, hogy minden, ami tőle származik, az jó. Adódik a kérdés, mi van a gonosszal? Nem az Istentől származik, és azért tartom fontosnak ezt a kérdést, mert hogyha minden, ami az Istentől származik jó, akkor előfordulhat-e velünk ugyanez a folyamat, hogy az út során valahol annyira eltévedünk, hogy átcsúszunk esetleg a másik oldalra. Mi ez a folyamat? Mi történt ezzel a gonosszal? Aki az volt mindig, vagy nem volt mindig, az ismerjük meg őt. Igen, hát ez itt megint egy filozófiai kérdés, ugyanúgy, hogy most miért tette Isten oda a fát az Édenbe, attól függően, hogy ki milyen választ ad erre, ágaznak szana szét az elképzelések. Öm, és itt is erről van szó, hogy ugye általában a hagyományos felfogás az azt mondja, hogy az ördög Istennek egy angyala volt, aki megirigyelvén az imádást, amiben Isten részes volt, ő a maga számára is ezt igényelte volna. Öm, Nyilván ez is felvetett egy csomó kérdést, hogy most akkor Isten nem tökéletes világot teremtett, nem tökéletes lényeket teremtett, mert ha tökéletes világot teremtett, és tökéletes lényeket teremtett, akkor A hogy fordulhatott elő, vajon a minden tudó Isten nem tudta-e, hogy majd akkor ez az Ő angyala, és így tovább, és így tovább. A, a, a mi felfogásunk erről az, hogy a, a Sátán lázadása nem önmagáért történt, hanem az ember miatt. Tehát amikor Isten kinyilvánította azt, hogy a jobbján a hely az emberé, és hogy embert akart teremteni, embert akart alkotni, mégpedig a Földnek a porából, akkor történt az, hogy azt mondta ez az angyal, hogy, hogy te ezt fölénk akarod emelni? Hát a mi testünk az ilyen arany, ezüst, zafír, mindenféle izé, ez meg a porból vétetett emberbe, beleteszed a lehelleted, olyan, mint egy molylepke, és ezt fölénk akarod emelni, hogy ő méltó volna nálunk, angyaloknál, hogy, hogy ezt a helyet elfoglalja. És hát ez, ez, ebben törki ki a szellemi konfliktus, ebben törki a, a, küzdelem, a harc, amiben az ember akarva, akaratlanul be, be, van ágyazódva. Ezt nem mi határoztuk el, nem mind döntöttük el. És ugye ebbe a küzdelemben kapunk egy kis betekintést akkor, amikor a jobb könyve ugye elmagyarázza, hogy mindaz, ami jobban itt lenne a földön, a láthatóban történik, annak az oka a láthatatlanban, az a szellemi valóságban egy párbeszéd, vagy ha úgy teszik, egy alkú Isten és az ördög között. Mégpedig ez az alkú arról szólt, hogy jobb őszintén Isten szereti-e, vagy csak azt szereti, amit Istentől kap: a vagyont, a hírnevet, a jólétet, a családot, a, a, a többi, az egészséget. És ez a próbatétel tárgya. És ugye nyilván Isten hisz jobban, és tudja, hogy jobb kicsoda, az ördög mégis megkérdőjelezi, és Isten belemegy ebbe a próbatételbe. És ez úgy bemutatja nekünk, hogy mi a nagy kérdés. Mert a nagy kérdés az ez, hogy az ember lehet-e igaz az Isten előtt, vagy, vagy nem lehet, ahogyan ugye többször idéztetik is, hogy nincs egy igaz sem. És való igaz, hogy abban az értelemben, hogy a tettei, és ugye tettek alatt a tetteket és a szavakat is értjük, hogy a tetteiben és a szavaiban is valaki tökéletes lett volna, és ez alapján vált volna méltóvá és alkalmassá arra, hogy a hatalom jobbjára üljön, ilyen ember Jézus Krisztusig nem volt. De Jézus Krisztusban Létrejött ez, a, ez az új teremtés, létrejött ez az új ember, ő emberként alkalmasnak bizonyult erre, és hogy ő erre alkalmas, arról a tanulság tételt maga az ellenség állította ki, maga az embergyilkos állította ki. Akkor, amikor kőkemény próbának vetett alá, minden létező módon próbára tette, megkínoszta, meggyötörte, minden létező hazugsággal hazudott neki, és ennek ellenére Jézus tökéletes maradt mind a tettében, mind a cselekedetében. De ennek a célja nem az volt, hogy, hogy, hogy ez bebizonyosodjon önmagában, hanem ennek a célja alapvetően az volt, hogy elhozza Jézus egy új szövetséget. És ezért óhatatlanul szükség volt a halálára, mert a halálával lezárta a régit, és a feltámadásával elhozott egy újat, és ez az új szövetség, ez már nem a tetteknek, a cselekedetek tökéletességének a szövetsége, hanem a szeretetnek a szövetsége, ami a tökéletességnek a kötele. És ez egy teljesen más világ, egy teljesen más valóság, amit az ördög nem ismer és az ő legyőzésének, a kereszten történt legyőzésének, a vádló legyőzésének a jó híre számunkra azért annyira fontos, mert minket is vádol, még most is vádol. Mint Ordit Oroszlán jár körül. Az az Ordit Oroszlán, aki a 22. Zsoltárban Jézusra támadt, és marcangolta a kezeit és a lábait. Ez az Ordit Oroszlán most is körbejár, és nézhetné, hogy kit nyelhetne el, de azért tudunk neki ellenállni, mert bár a tetteink nem tökéletesek, és a szavaink sem tökéletesek, de az új szövetségben Istenhez a hitünk és a szeretetünk által kapcsolódván, az Isten az, aki befedez bennünket a szeretetével, és az Isten az, aki elindít minket a tökéletességnek az útján, ami nem a cselekedetek tökéletessége, hanem a szeretetnek a tökéletessége. És hisszük, hogy ennek az útnak a végén a cselekedeteink is megszentelődnek, és a beszédünk is megszentelődik. Feré azt mondtad, hogy érdemes elidőzni a keresztnél, és megvizsgálni akkor ezt az egészet. Te, mint evangélista, hogy látod Fordulat történt. Tehát egy, egy olyan nagyon komoly fordulat történt a Golgotai kereszten. És ezt a fordulatot, ezt, ezt ö, Isten tekintetében is szerintem egy fordulat történt, mert kijelentetett és megbizonyítatott a kereszten az, hogy Isten maga a szeretet, hogy Isten Jézus Krisztusban minden embernek, aki ő megy az édesapja, és hogy Isten egy azoknak az embereknek, akik el tudják fogadni Jézusnak ezt a fantasztikus áldozatát, hatalmat ad arra, hogy Isten fiaiként éljenek, és a tulajdon szellemét helyezi bele. De másik fordulat is történt. Nevezetesen odáig a bűn és a halál törvénye uralkodott minden ember felett. Bűnt követett el, ítélet a törvény alapján következik. De azt olvasjuk a római levélben, hogy a bűn és a halál törvénye helyére Bejött a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye. Tehát a közösségnek, az Isten szeretetébe való életnek a törvényszerűségei léptek be. De még ennél több is történt erre a gonosz kérdésre utalva. Azt olvasjuk a zsidó levélben, hogy az egyszeri és tökéletes áldozatával Jézus Krisztus megsemmisítette, így, így írja a Biblia, megsemmisítette a bűnt. Eltörölte a bűnt, magát a bűnt. És a Kolossé levélben pedig azt olvassuk, hogy még az ellenünk szóló vádiratot, a parancsolatokban ellenünk szóló kézírás is oda lett szegezve a keresztpára. És ott a Kolossé levélben olvassuk, hogy lefegyverezte ezzel a fejedelemségeket, a hatalmasságokat. Lefegyverezte ezzel az ördögöt. Az ördögnek nincsen jogosultsága az ember felé, mint vádlónak mert nincs perirat, nincs vádirat, és nincs bűn, akkor mit tud kezdeni? Egy dolgot tud kezdeni, hazudni tud. És ugye így is beszél róla Jézus, hogy ő hazug, és a hazugságnak az atya, és gyűlölő, embergyűlölő, embergyilkos. És az az ő egyetlen lehetősége, mint ordító oroszlánnak, hogy keresi azokat a lehetőségeket, amikor a hazugságával az embert ki tudja billenteni ebből az édes bizalomból, abból a hitből, hogy Istennel együtt lehet élni, mint szerelmetes édesapával. És behoz minden egyebet, hogy az Isten téged nem fogad el ezért, mert nem a törvény szerint élsz, mert nem jók a cselekedeteid, mert így meg úgy, és látszólag jogosan vádol. Mert olyan dolgokat hoz fel velem, veled, mindegyikünkkel kapcsolatosan, amik igazak, hát még nem vagyunk tökéletesek. És a jelenések 12-ben pedig azt mondja a jelenések könyvében, hogy és ők legyőzték azt, az atyám fiának a vádlóját. És három dolgot mondom, amivel legyőztük. Azt mondja, legyőzték a bárány vére által. Tehát azáltal, hogy én ragaszkodom ahhoz, és te is ragaszkodj hozzá, hogy az, amit Jézus a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett, hogy az ördög le van győzve, hogy te végérvényesen nem a cselekedeteid minősége miatt, hanem a Jézusba vetett hited miatt, hogy hiszed, hogy Jézus érted meghalt, és feltámad, te már Isten fia vagy, és nincs semmiféle károsztató ítélete Istennek veled kapcsolatosan. Így van megírva, mert nincs vádirat. És ha ebből nem engeded magad kibeszélni, hanem arra hivatkozol, és én is arra hivatkozom, hogy a Jézus vére által meg vagyok váltva, tökéletesen meg vagyok váltva, és nincs jogod, ez az egyik győztes pozíció. A másik pedig az, amit mondja, hogy a bizonság tevésüknek a beszéde által. Bárányvér és a bizonságtevés beszéde által. Amikor én a hitemet, a beli hitemet, hogy én hova tartozom, hogy én ki vagyok, hogy nem azért vagyok szent, mert tökéletesek minden értelemben a cselekedeteim. Hanem azért vagyok szent, amit Pál a Filippi 4-ben mond. Hogy nem gondolom, atyám fia, hogy én elérném, hogy tökéletes lennék. De egyet cselekszem, amik elmúltak a hátam mögévetem. És célegyenes neki dőlök a Krisztusnak odaföntről való megjutalmazására, és mondja Pál, hogy akik ilyen értelemben vagyunk, már tökéletesek vagyunk. A hitünk által, azáltal, aki bennünk él, akivel egyek lettünk, és a harmadik dolog, ami a győzelemnek a kulcsa a jelenések 12 alapján, hogy és nem kimérték az életüket, mint halálig, tehát odaadtuk magunkat arra, hogy én már nem magamnak akarok élni, hanem vele akarok élni. De én azt szeretném mondani, hogy hogy a küzdelem mindig a hitedér folyik. A küzdelem nem azért folyik, hogy a pénzed ér, még csak nem is az egészséged ér. Nem ezekről van szó. Ezek fontos dolgok nekünk. De igazából a küzdelem a bizalom elvesztésére az ördög részéről, és Isten részéről, hogy te ebben a helyzetben, megerősödött hitben, megerősödött bizalomban, ebben a kapcsolatban az Isten hűségébe vetett bizalomból gyere ki. Sámuel -e egyet én tudom mondani, 38 éve vagyok hívő. Soha nem csalódtam Istenben. Voltak nehéz helyzetek, voltak nagyon nehéz helyzetek, amikor csak az volt, hogy nem értem, nem tudom, de ragaszkodom hozzád. Ahhoz ragaszkodom, aki te vagy, ahhoz ragaszkodom, akivé te tettél, és nem vagyok hajlandó a számmal se kimondani ezzel ellentéteset. És azt tudom mondani, hogy mindez idáig mindenkor megsegített az Úr. Talán ez a kulcs kérdése, ugye ebben az imában is szabadíts meg a gonosztól, hogy a gonosz azért jön, hogy ellopja a hitünket. Tehát meg kell érteni, hogy az új szövetségbe a hitünk által keveredünk bele. Ez a hitnek a szövetsége, nem a cselekedeteknek a szövetsége. És a legnagyobb ö, ö, értékünk a hitünk. A hitet pedig Isten beszéde hozza létre. Amikor Isten szól hozzánk, ez, ez hitet hoz ö, létre bennünk, és ez a hithez kell ragaszkodni. Az ellenség pedig a, jön, hogy ezt a hitet próbára tegye, és ha lehet, akkor elrabolja tőlünk ezt a hitet. És amikor a Biblia azt mondja, hogy aki győz nyer mindent, meg ugye mondja a jelenés a győz, 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 milyen ígéreteket kap, akkor ebben a harcban kell győzni. A bűn már le van győzve. Az ellenség le van győzve, nem kell nekünk az ördögöt legyőzni, hanem amit le kell győzni, az az, hogy el ne lopja a hitünket. El ne vegye tőlünk a hitünket. És a legnagyobb trükk az tulajdonképpen ez, hogy, hogy felkelti bennünk a kívánságot, elbukunk, elesünk, valamit rosszul csinálunk, és azonnal jön, és azt mondja, hogy hát akkor te mit akarsz, te nem vagy hiteles, ki ne nyisd a szádat, és ilyenkor, amikor a vádló vádol bennünket, és a, meg tudja sebezni a lelkiismeretünket, és mi is elkezdjük magunkat úgy látni, ahogy a nő lát bennünket, egy aljas szemét utolsó értéktelen, nem tudom én kicsodának, akkor van az, hogy nem tudunk bízni, és nem tudunk hinni. Hát mégis ebben a helyzetben, ha oda tudunk menni Istenhez, és azt tudjuk mondani, hogy Uram, hát ha én kellettem neked a bűneimben elmerülve, akkor hogy ne kellenék most, amikor jó csetlek, botlok, de hát mégiscsak azért legalább van egy-két dolog és akkor ö, rájövünk arra, hogy, hogy valóban Isten alig várta már, hogy oda mehessünk hozzá, hogy megtisztítson, hogy megszenteljön, hogy megerősítsen bennünket ezekben a dolgokban, és éppen ez adja a növekedést, és éppen ez adja a fejlődést a számunkra. De a hitünk nagyon fontos, nem véletlen, hogy Péter rét is így imádkozott Jézus azért imádkozott, hogy a hited el ne fogyatkozzon, hogy tarts ki a hitedben, a meggyőződésedben. És ez a hit pontosan azt jelenti, hogy az Atyámhoz, az én Atyámhoz mehetek mindig, minden körülmények között. A bűnnek talán ez a legnagyobb veszélye nem, hogy teret ad a vádlásnak. Ez, ez az a kiskapu, amin keresztül ő is, és ahogyan te is mondtad, Feri, az a probléma, hogy amikor elkezdünk vádolni, tudjuk, hogy ami itt történt, az tényleg megtörtént, tehát valóságos dologgal vagyunk vádolva. És ilyen módon, amikor ezen elkezdünk gondolkodni, és ez beférkőzik, akkor valahol egyetértés születik közöttünk és a vádló között, hogy önmagunkat is vádoljuk ezzel. Igen. És rögtön célba is ért. Viszont azt mondja, az írás, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabaddá lett. Ezt most nagyon szépen kifejtettétek, hogy mi történt itt a kereszten. Viszont mégis valamiért vissza szeretnék kanyarodni, hogy az embereknek valamiért szükségük van arra, hogy hétről hétre érezzék ezt a szabadságot. Mi az oka annak, hogy az emberek, én nem is bírálni akarom, hogy jó, nem jó ez a folyamatos szabadulás, mi lehet ennek az oka? Miért van az embereknek folyamatosan szükségük erre? Jézus azt mondta, hogy az emberek csodát akarnak látni. Miért akarnak az emberek csodát látni? Hát nehéz dolog ez. Tehát öö, mi testben élünk, és, és, hát én azt mondom, hogy az ember egyik oldalról menthetetlenül megveszekedetten bálványimádó hajlamú. Tehát akar valami kézzel foghatót. Muszáj arany. Hát érted? Ott volt a tíz parancsolatkor, rengett a hegy, óriási mi minden történt, és ezek a csávokot ott lent már összehorták a, a, az ékszereket, és az áronnal csináltattak egy aranybórjút, egy bálványt. Az az Isten, aki egy szellemisten, aki nem látható, akivel imádkozva, az ő jelenlétébe belépve, hitáltal, ugyanakkor valódi kapcsolatot tudunk megélni. Ez egy ez, 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 ez mérhetetlenül nehéz a testi természet számára. Akkor inkább jöjjön egy lelkész, egy pásztor, egy felkent, karizmatikus akárki, szolgálati ajándék, és mondja meg ő, mint ahogy Mózesnek mondták, hogy az Isten ne beszéljen hozzánk, beszél hozzánk inkább te. Megkerülhetetlen. És ez az Istennek a célja hogy egy személyes kapcsolat jöjjön létre. Hát ezért töltött be Isten, és tölt be minket rendszeresen szent szellem. én azt tudom mondani, hogy ha ez az személyes kapcsolat nem eléggé élő, vagy nem élő még a te életedben, kérjed Istentől. Azt mondta, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok a gyerekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mennyei atya szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Kérjed ezt a személyes kapcsolatot, mert ő fog megőrizni a gonosztól. Ez a személyes kapcsolata, az Isten jelenlétének az átélése, az Istennel való egyévállás, ami napi, 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 a naponta jártak a tanítványok, így van megírva az abcselben, a Szent Szellemnek a jelenlétében, vigasztalásában. Ez a napi közösség az, ami az Istennel, ami meg tud őrizni bennünket. Lehet ezt úgy nézni, hogy, hogy mi <höhem> emberek, annak tesszük függvényeként az élő kapcsolatot, hogy látjuk-e megjelenni, megnyilvánulni, hogy, hogy megtapasztaljuk-e, és ha igen, akkor élő a kapcsolat, holott az élő kapcsolat folyamatosan gyümölcsként magával hozza ezeknek a megnyilvánulását, tehát a tanúbizonságokat, az Istenök egyelmének megnyilvánulását az életünkbe. Pont fordítva kezeljük, mint ahogy kéne? Nyilvánvalóan az öt érzékszervükre szeretnénk támaszkodni, és amíg a hitünk bizonytalan, addig nagyon szeretnénk külső támaszokat a hitünk számára. Hogy azok a kövek változzanak kenyérre, és akkor tudjuk, hogy Isten fiai vagyunk. De hát pontosan Jézus ezt utasította vissza, és azt mondta, hogy nem azért vagyok Isten fia, amit a körülmények mutatnak. Teljesen mindegy, hogy a kövek mit csinálnak. Átváltoznak, nem változnak hanem azért vagyok Isten fia, mert amikor megkeresztelkedtem, így szólt az atya, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Az Isten igélye tesz engem azzá, aki vagyok, és nem a körülmények. Meg a Szent Szellemnek a bizonyság tétele. És nyilván a Szellem bizonyság hiszen a, a Szellem bizonyság nélkül ugyanolyan gyengék lennénk mint ahogy az ember gyengének bizonyult, az özönvíz előtt pusztán a lelkiismeretére nem tudott hallgatni, és gyengének bizonyult még úgy is, hogy a lelkiismeretet kívülről a, kőtáblák megtámogatták, meg a parancsolatok megtámogatták, meg az ünnepek, meg az emlékezés, meg a, a mindenféle. Támogatta ezt az erőtlen lelkiismeretet, de mégsem bizonyult ez elégségesnek. Ezért Isten a tulajdon szellemét töltötte iránk, és Isten szelleme bennünk, a bensőnkben tesz bizonyságot, és erős itt bennünket. De azt is tudomásul kell hogy növekedés alá van ez a dolog vetve, mint csecsemők, elkezdjük a hamisítatlan tejet szopni, ugyebár, ami Istennek a jósága, ugye Izrael és lást, hogy, hogy, jó az úr. És aztán utána ezen növekedünk, és később már képesek vagyunk a kemény is. Olyan dolgokra is, amik, amik nem csak arról szólnak, hogy Isten mennyire jó, meg mennyire nagyszerű, meg mennyire szép, hanem képesek vagyunk ezt a világot már differenciáltabban is látni. De fordítva nem megy. Tehát, hogyha kemény eredellel akarjuk a csecsemőket táplálni, és aztán utána majd adunk nekik tejet, ha már nagyok lesznek, akkor az úgy, úgy nem fog működni. És ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy a belső emberben hatalmasan megerősödni az Efészus Áram szerint úgy lehet, ha kikutatjuk Isten jóságának a szélességét, mélységét, magasságát, és ráépülünk az ő szeretetére, és belegyökerezünk ebbe a szeretetbe. Ezt tesz erőssé bennünket a belső emberünkbe, és ezt tesz képessé a fejlődésre, és ezt tesz képessé a növekedésre. Bocsánat, csak egy kérdés, hogyha veszük a pusztai vándorlást, és látjuk azt, ahogy fel is vezetted, hogy csodák övezték azért őket, és ők mégis hitetlenkedtek. Mondhatjuk, hogy a csoda az pillanatnyi, és azért vágyjuk a csodát, mert szükségünk van annak a kijelentésére, hogy Isten itt van, szerepel az életünkben, kapcsolatban van velünk. És ezek a csodák kijelentik pillanatnyilag azt, hogy itt van. Azonban amikor a Szent Szellem működik bennünk, az egy folyamatos kapcsolat. És a folyamatosság mellett a pillanatnyi nem fog hiányozni, és amikor valaki Istennel való kapcsolatában él, a Szent Szellem kiteljesedik benne, akkor elmúlik benne a vágyakozás azután, hogy csodát lásson, mert maga a, a, a szellemi kapcsolat a csoda? Részben igen, részben nem. Szerintem legalábbis. A manna ott volt velük 40 éven át a pusztában. Minden nap csoda volt. Az angyalok kenyerét ették minden nap, és szombatokként dupla adag volt. Tehát csoda-csoda hátán volt. Én úgy gondolom, hogy ha az ember a csodákra építi a hitét, akkor az fordítva ülő lovon. De ha én Isten élek, hát én azt tudom mondani, hogy az én életem tele van csodákkal. És tudom, hogy a, minden hívőnek az élet, és gyakorlatilag szinte természetesnek vesszük, hogy azt látjuk, hogy az Isten szeretőknek minden összedolgozik a javukra. Rengeteg, rengeteg, rengeteg dolog történik, rengeteg ima meghallgatás, rengeteg csodát, csak tegnap, amiket volt ez az zapcselen, elmondták az atyafiak, hogy mi minden történik egy-két nap alatt. De ezeket a csodákat nem a csoda az érdekesebben, hanem az Istennek a hűsége az érdekesebben. Hogy megerősíti Isten a bizonyságunkat, és, és jó dolog, hogy hátéljük az Istennek a csodáit. De engem nem a csodák tartanak az Istennél, de tudom, hogy az én Istenem, akivel élek, ő neki minden lehetséges. És senki a kezét nem foghatja le. Ő a csodák Istene, és én többek között ezért is nagyon szeretek vele élni. Még mindig egy pillanatra itt maradva, Lehetséges az, hogy azért vágyakozunk folytonosan ez a megszabadulás után, mert még mindig a régiben élünk, hogy, nem, hogy mi vagyunk azok, akik kárhoztatjuk magunkat, és mi nem tudjuk elfogadni azt, hogy az Isten pedig nem így tekint mi ránk. Te azt mondtad, hogy a legnagyobb csoda, amikor az ember, vagyis az a cél, hogy észrevegyük, hogy az Isten szeretet, és az Isten szeretettel tekint ránk mindig. Ez az én szeretett gyermekem, akiben én gyönyörködöm. De az ember nem mindig ezt gondolja magáról is. Lehet, hogy ettől az érzéstől akarunk megválni. nyilván az ember valami fajta érzetet keres magának, csak nem mindegy, hogy miben keresi. Ugye a biztonságunk ebben van, hogy Isten változhatatlan. A biztonságod abban van, ha az árra nézel, szabon magamra. Tehát amikor nagyon trének érzem magam, meg nagyon alkalmatlannak érzem magam, vagy olyan dolog történt, hogy magam is szégyellem magam miatta, és a vádló ráül a vállamra, és elmondja, hogy na hát akkor ugye mi a helyzet, és ki nem vagyok, meg minden, akkor én mindig az ára szoktam nézni, és azt mondom, hogy Isten ennyire nagy árat fizetett értem, akkor nem fog itt hagyni engem csöbörbe, vödörbe. Hát, hogy a példabeszéd is azt mondja, hogy valaki eladja mindenét, hogy megvegyen egy szándóföldet, akkor nem fog birtokba lépni akkor mégis meggondolja magát. Ha valaki eladja mindenét, hogy azt az igaz gyöngyöt megvegye, akkor nem fog birtokba lépni, akkor nem fog eljönni érte, hogy magához vegye. Dehogy nem. Hát pontosan az árnagysága, amit fizettek értem, a bizonyítéka annak, hogy Isten ezt mennyire akarja. És hát azért a szögezzük le, hogy ha Isten akar valamit, akkor az akarva van. Mit gondoltok? Befejeztük a miattyánkat? Hát nem, természetesen nem. Csak arcolgattuk a felszín, de akkor a doxológiát még nyugodtan vegyük hozzá, ugye Lukács doxológia nélkül hozza, a egyik beszédben doxológia is van. És ez nagyon fontos, hogy ha már az imádkozásról beszélünk, hogy amikor átjutunk ezeken a kérdéseken, átjutunk ezeken az ügyeken, a vége mindig dicséret, és mindig hálaadás, és mindig megemlékezés arról, hogy Isten hatalmas, Isten kézben tartja a dolgokat. Nem önmagam miatt vagyok igaz, hanem azért, mert a, az Isten meg fog igazítani engem mind abból, amiből még szükségem van, hogy az Isten országán nem örökli más, az nem egy ilyen mulandó dolog, egy rendíthetetlen országot nyertünk, hogy Isten hatalma töretlen, és ő, ő, ő ővé minden hatalma menjen és a földön, és lehet, hogy szembe jön velem valami földi birodalom, aki el akar tiporni a lánctalpaival, vagy erkölcsileg, vagy akárhogyan akar engem megsemmisíteni, de tudom, hogy a végső, végső szó mindig az én Istenemé lesz. És ebben a meggyőződésben, ha befejezem az imát, akkor tényleg úgy úgy fogok kijönni az ágyas házamból, mint a vőlegény. A, a nászészakáról sugározva az Istennek a diadaláról, és én azt gondolom, hogy ez, ez, ez fontos, hogy, hogy, ez így legyen, és az ima így fejeződjön be. A Máté 28-ban Jézus azt mondja, ez a tiéd az ország, tiéd hatalom, tiéd a dicsőség, mind örökké, amen. Nek a másik megfogalmazása azt mondja, nékem adatot minden hatalom a menjen a földön és utána azt mondja, menjetek. És hirdessétek ki minden embernek, hogy elvégeztetett, hogy Isten egy szerető édesapa. Hogy Jézus ott a kereszte nem csak meghalt, hanem feltámadott és utat nyitott a mennybe. Hogy Isten be akar tölteni minket, embereket a szeretetével és a gyerekévé akar tenni. És menjetek és dicsőítsétek ezzel is Istent. Az Úr uralkodik, örüljön a föld. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Ezzel zárjuk mai műsorunkat, egy hét múlva legközelebb újra találkozunk. Várunk vissza mindenkit, mi biztos, hogy itt leszünk. Kellemes hetet.